még egyszer, eszembe jutott még valami, még valaki. Egy másik híres közéművész, Bartalacci bácsi, aki némi irónjában egyszer azt mondta nekem, hogy a legszebb vászon, a legszebb papír az üres, mert abban még ott van a lehetőség. Szóval az ő képei kapcsán próbáltam egyszer összesogni két idősebb hölgyet, azt mondta az egyik a másiknak, ilyet én is tudok. De! Még valaki komponálásán magas szintjére jut, sok festéket kell felvinni a papírra, a vászonnal, a vászonra, biztonsággal kell kezelni a technikát, érteni kell a marolóhoz, a fényhez. Az sem hátrány, a némi élettapasztalatot is gyűjtött már a művész. Ez az, ami talán még az előbbieknél is lényegesebb. Hát persze, hogy nem tudunk ilyen műveket létrehozni, még akkor sem, a sok esetben a véletlen is alakítja az élető formákat. Mindenki rendelkezik azzal a bizonyos véletlennel, és mindenki véletlenjei kicsit mások. Olyan is van, hogy szinte uralható a véletlen, mikor és hogyanja. Csabai Tibor esetében ez is igaz. És nem azért, mert mondhatjuk, élhetjük azt is, hogy véletlenek pedig nincsenek. Nézzék a területeken kitűnő harmóniát, azokra gondolok elsősorban, vagy éppen a harmóniának az ellentétét, azt a feszültséget, amit a kompozíciók színessége, vagy éppen színtelensége a sötétből kiviláguló területek okoznak. Úgy fogalmaztam az imént, hogy egy másik híres közszegi művész, Bartalacci bácsi. Igen, mert bizony Csabai Tibor is híres, egy közszegi híresség, még akkor is, hogyha a környékén többet hallják az ő nevét. 1998-as témakötet szerkesztése kapcsán kerültünk először kapcsolatba. Közel 20 évvel azóta. És most talán itt, vagy lehet, hogy korábban kellett volna emlékezni a jelentőséget az dátumokat, a számos elismerést, a kiállítások helyeit. Én mégis azt mondom, hogy azok megtalálhatók az interneten, olvashatók különféle prospektusokban, ott is talán a nyíros kiadványt nézzenek utána, egy érdemes életúttal ismerkedhetnek meg. Én inkább azokról az eseményekről, érzésekről beszélnék, ami engem, mint kiállítást látogatót érint, megérintett. Nem véletlenül használom ezt a szót, érint. Mert amikor úgy érezzük, első megfoghatatlan, akár egy gyakorolt tárlat látogató előtt is az egyes műalkotás lényege, mire is hagyatkozhatnám másra, mint az érzéseinkre. Gyakran beleavatkozom a társadalmészetek dolgaiba, most is ezt teszem. Talán még jobban, még akkor is, ha ismeretem, ez talán kevésen bizonyulnak, viszont vannak érzéseim. Ezért az érzéseket, amiről most beszélek, pont ezek a képek, ez a kiállított anyag inspirált. Képek, színek, hangok. A kérdés, amit foglalkoztat, amit a művész maga is gyakran feszeget akkor, amikor a tárgyasabb kérdéseken tűnődik, hogy kinek is vannak ezek a művek. Létrejönne a nagybetűs találkozás, amikor a mű és a művelező találkozik. Rizikós kérdések ezek, és mégsem lehet baj, hiszen ahogy Csabai Tibor fogalmazott, a jelen nyomait idézi fel, a jelent idézi meg. Ha az alkalmazott technikákra gondolunk, akkor akár szó szerint is érthetjük ezt. A kiállítás jól tagolható részekből áll. A korai alkotások közül három a legszívesebben látható, egészen a 90-es évekig vezetnek vissza bennünket. A következő sorozat az úgynevezett aquafortis technikával készült földszínekkel domináló művek sora, a művész és a maróanyag együttműködésének eredményei. Az animulás hozata a 2000-es évek első évtizedjével vezet bennünket, és Hasztrattal is találkozunk. Érdekesek az újra nyomtatott újságok lapjai, voltak látható. Öbbetem pedig a már említett színes, nagyméretű kompozíciót kötik le a figyelmünket. Külön szeretnénk szólni a sorban szerintem megbúgó rajzokról, hiszen mégiscsak egy latikus művészről beszélünk. Ha a titkokat, mármint a rajzok titkát felessük, akkor olyan kihelyezéseket kell átgondolnunk, mint a légiesség, a káosz és a rend, a rendetre létrehozó és fenntartó alkotóerő, a vonalakat irányító intuíció és a zsenialitás.
eredményes alkalmazói létben folyton vulkál a gondolkodó kétkedés. Gondolatrajzok ezek, mondja ő maga. Vajon miért? Egy fogalom triászott az eszembe, illetve jutott az eszembe. Amatőr, amatőr, művész és mester. Tudják, mi a különbség az amatőr és a művész között? Úgy gondolom, a művész tudja, mit akar létrehozni, és tudja annak a hogyanját is. A véletlen, a megmagyarázhatatlan ott munkálkodik vele együtt, de a döntés, olykor az univerzumot uraló hatalom az ő kezében van. Dolgoznak tehát amatőrök, művészek, és vannak olyanok, akik mesterek is egyben. Csabai Tibor ezúttal csoport tartozik. Meggyőződésem, hogy olyat alkotott, amely maradandó minden képé vagy szóra álmodott kompozíciónál. Megteremtett egy működő közösséget, egy grafikai műhelyt. Fiatalok sokaságát ajándékozta meg a lehetőséggel, hogy egyéni módon ismerjék és mutassák a világot, hogy megtalálják és ha akarják, elrejtessék a felfedezése várat. Közösségekre tőlem belül. Tudják, miről beszélek? Nem más lesz, mint maga a halhatatlanság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tárlatlátogatók! A mai este ez a kiállítás a Bolyongások címet viseli. Bolyong, gondoló, potorkál, kószáj, tévelyek. Mindez jellemző egy művészre még akkor is, amikor már jócskán túl van a kezdeti útkeresésem. A színonimák közül nekem a csatangol jut az eszembe, mert abban van egy kis csípésség is, és valahol ott van benne az esőítatót rejtő vonalak foltszerű lebegése. Megtalálható még egy másik éppen ez a lebegés, keresik majd meg. Csabai Tibor visszatért, hogy vagyunk valami szülővárosának. A kínálást örömmel fogadjuk, hadd gazdagodjon vele minden kérdei kiállítás látogató és átadott általunk ezeket a kisváros. Én csak annyit hadd mondjak, amit ő is kiemelte nyilatkozatában. Szorgós eredőtől származom, innen is, onnan is. Úgy sejtem, amit elkezdtek, nem tudták befejezni, amit kaptak, nem tudták megadni. De ők is itt van. Milyen véletlen? A bemutatott anyagban háromszor is megjelenik egy határozott motívum. A képek címei, angyalok ideje, angyali érintés, angyali időzlet, és ráadásként ide került ma még egy alkotás, itt mellettem a csodálatos bronz alkotás, angyalfogasom, jól, igen, így állt idején. Ha figyelmesek vagyunk, a csendes töprengések során még sok mindenre rátaláltunk. Bolyongjanak, csatlakozzanak velünk Csabai Tibor művei meg világában. Fedezzék fel azokat a titkokat is, amelyeket talán el sem rejtett bennük, mégis ott vannak, ott bújnak meg valahol. Ott vannak, mert azok a mi személy szerint külön-külön is rejtőzködő, és itt az alkalom felfedhető titkaink. Ne tartsák vissza a fantáziáikat, osszuk meg egymással az élményt. Tisztelt Hölgyek és Urak, a kiállítást ezennel megnyitom, és egyben megkérem a művészt, hogy egy rögtönzött tárgyat vezetést azért eszközöljön nekik. Én azt ígértem, hogy nem, mivel nem, hogy ne legyen túl váratlan kérdésekkel próbálom segíteni ezt a kicsi kárat vezetést, de előtt egy zenet van? Így van. Fel tudom készülni a
kicsit segítsem a tárlatvezetést, hogy miről is hallanék én szívesen, hogyha most toppantam volna pedig először. Először is olyan, hogy mégis az az Aqua Fortis. Tamás sokan nem tudják, mi az. Hol is van ez a Muhu-sziget, amelyről származó alkotások itt is van, és különleges. Talán itt van egy Csaba Tibor által képelezett új technika, nagyon érdekes, majd fedezzék fel. Talán arról, amikor keresem tudom végül is, hogy a grafikusról van szó, de látunk itt három különböző alkotást, amit hozzátársoltak ez a kiállításhoz. És na, ezek a szép galáxiák, amik ott a fekete környékéről feljöttőnek, hogy ez hogyan születik. Talán több érdekes és érdekében lesz. Köszöntök mindenkit. Először is a köszöntés, aztán utána belevágok, jó, nem lesz hosszú, remélhetőleg. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm, hogy a bot kollégáim a gimnáziumban itt vannak. Köszönöm, hogy a családomból itt vannak. Köszönöm, hogy tanítványok közül is vannak itt, és mi Bajkáról is jött egy csapat, elsősorban az Ajkai Grafikai Műhely, amelyet most már 35 éve működő grafikai műhely, amelyet én 30 éve vezetek, és évről évre próbáljuk ezt a sokszorosító grafikát életben tartani, ami nem könnyű ma a kompjúter világban. És egyszer itt az első kérdésre a válasz, hogy az Aqua Fortis mit jelent. Ez kimondottan nem elsősorban a részkarc és a hagyományos okvatintereljárások közé tartozik, hanem az alapja a vaslemez, ezért is a méretek egy kicsit nagyobbak, hiszen a vaslemez egy olcsó alapanyag, és amikor én elkezdtem a grafikával foglalkozni, a sokszorosító grafikával, akkor én ehhez múltam, még egy kicsit nagyon mű volt nekem a vörös részlemez, a sárga részlemez, és ebbe találtam meg elsősorban azokat a részeket, amit a természet maradt bele ezekbe a vasfelületekbe, ezt ugye mindenki tudja, hogy ez a rozsda. És az első munkánk, azok a fekete-fehérek, ezek elsősorban erről szólnak, hogy ezeknek a rajzoknak a jelentős részét a rozsda készítette, és én csak ezt kihámoztam ebből a vaslemezből, majd hogy nem úgy, mint egy mezotintú, amikor csak fényeket viszett bele a sötétségbe, és ezek a fények hozzák létre a figuránkat, illetve a formánkat. Aztán utána, amikor már mélyebben megismerkedtem ezzel a technikával, akkor nyúltam, vagy mertem nyúlni már ahhoz, hogy különböző savakkal vigyen fel a rajzot ezekre. Tehát valaki, sokan nem tudják természetesen, hogy maga a grafika, a sokszorosító grafikában a fémlemez az alap és a rajz, amit látunk, az bele van marva ebbe a felületre, amit aztán föl kell festékezni, vissza kell szedni a festéket, és egy présgép segítségével a vizes papírba belenyomni. Tehát egy nagyon sok oktatóval rendelkező technika, nem csak a technikát kell tudnunk és ismernünk, akik ezzel a technikával foglalkozunk, hanem a véletleneket is kordában kell tartanunk. Na most én ezeket a véletleneket azért szépen elengedem, és hagyom őket dolgozni, és mindig egy kicsit a műfajnak a határait próbáltam meg feszegetni azáltal, hogy akkor, amikor a grafika készül, akkor a sokszorosító grafika technikáját alkalmazom, de amikor nyomtatok, akkor festek a lemezre. És ezért van az, hogy a színek jelentek meg, ezek elsősorban földszínek, tehát a barna, a fekete, a sötét színek, és ehhez egy nagyon jó kontraszt az embernek a lényege, a hús színe, tehát ez a narancsos, sárgás, narancsos, pirosas, vörös szín, ami mindig jellemezte azokat a képeimet, mindig jellemzi, amikor egy kicsit elmegy az ember a non-figurativitás felé, hogy valahol mindig jelszerűen az ember a figura jelen legyen a képeken. Tehát ebből születtek a Ronin-mulás sorozat, amik azon a falon vannak,
sorozat egyes részei. Aztán persze egy grafikus foglalkozik azzal is az életében, hogy különböző könyveket illusztrál, és nekem is azért megadatott, hogy könyvborítókat vagy könyveket illusztrálhattam az életem folyamán. Ennek pedig elsősorban a legfontosabb kifejező eszköz a rajz volt, a rajzon belül is a tussal való rajzolás, tehát a fekete vonalas rajzoknak a megjelenése. Tehát ezekkel folytatódik ez az egész sorozat. Aztán elvetődtem nem is olyan régen, két évvel ezelőtt Észtországban, az Képzőművészek Szövetsége, Grafikus Művészek Szövetsége felvette velünk a kapcsolatot 3 évvel ezelőtt, hogy szeretnének Magyarországon grafikusokkal megismerkedni, és az itteni grafikai kultúrát valamilyen módon adaptálni Észtországban. És hát az észtek azokra az a jellemző, hogy mindent, ami a világban pozitív és jó, azt felszívják magukba, magukba átolgoznák, és azután pedig járják a világot ezzel a tudással. És így kerültünk mi is egy Muhu szigetre, ami a Balti-tenger, tehát a partvidéktől nem messze a Balti-tengerbe helyezkedik el, és egy hetet tudtunk ott tölteni barátaimmal, és ott dolgoztunk igazán. Most ezt a Balti-tengeri partvidéket úgy kell elképzelni, hogy nem történik ott semmi látványosság, nincs többség vidék, de folyamatosan szitál az eső. Tehát olyanra gondoljanak, hogy nem esik, hanem mint a nálunk a köd szitál, csak ez az eső, ez folyamatosan ilyen nagyobb cseppekbe, és egyszer véletlenül ugye elkezdtem rajzolgatni kint ebbe az esőbe, hogy megint elerett a fene egyenek, és ahogy húztam a vonalakat, a vonalra szépen rászitálva eső, ezt a tuss szétfuttatta a papíron, és abban a pillanatban a kemény vonalas rajz egy érdekes, lágyabb, sokkal kifejezőbb világot hozott létre, úgyhogy én magamban, most ezt elárulom, csak esőrajzoknak hívom ezeket a rajzokat, mert ebből akkor tudtam egy sorozatot csinálni, és ezek a Muhu-szigeti rajzok közül kapcsolódik. A következő, hogy gondolom nem mindenki tudja, de a grafikai műhely munkája mellett én művészeti oktatással is foglalkozom, Magyar Polányban, ami Ajka mellett van. Egy 1300 lelkes falu, egy művészeti iskolát alapítottunk 20 évvel ezelőtt, és ez a művészeti iskolában jelenleg 850 tanuló jár, természetesen nem Magyar Polányban, hanem Veszprém megye 23 településen, telephelyeken tanítunk, tehát egy nagyon jelentős művészeti iskoláról van szó. És ott az ember, amikor gyerekekkel foglalkozik, ezt a kollégáim tudják, ott mindig kapnak inspirációkat a gyerekektől. És ez a papírra magas nyomással rávitt véletlenszerű foltok, vagy véletlenszerű rajzolatok, amik aztán utána átmentek tudatosba, hiszen tudjuk, hogy a mai sajtó milyen objektív képet nyújt nekünk, és ezt az én szubjektív világommal megpróbálom ezt a idézőjelvet, objektív sajtot egy kicsit átalakítani. Ezért is jelenhetnek meg ilyen dolgok, hogy egy reklámújságra egy 21. századi embernek a maszkos fejét ráteszem éppen azért, mert alig várjuk, hogy már csütörtök legyen, hogy a Tesco-ból legyenek árajelmények, és hétvégén pedig tulangunk péntekenként ugye a nagy bevásárlóközpontok környékén. Tehát egy kicsit ilyen groteszk világlátás, hiszen a grafikus az mindig arról volt híres, hogy a világból mond véleményt. Ugye a grafikának a 60-as években volt a legnagyobb divatja Magyarországon, legjobban fölkapott művészeti műfaj volt éppen azáltal, hogy a kor szószólója volt. Tehát maga a könyvnyomtatás, az ex-librisek, maga az újságokban az illusztrációk, gondoljunk ugyanúgy egy másik híres kőszegi grafikusra, Lakatos Ferire, akinek folyamatosan ugye a Vas népében jelentek meg naponta azok a grafikai kis rajzai, amivel egy grafikus ki tudta fejezni a világban a véleményét. Hát ennyi, hogy így körbeértünk akkor a kérdésekkel. Köszönöm szépen! Köszönöm.
kérést, akkor Kolomán szépen egy utolsó musikával. Köszönöm a köszönöm.